Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Igen, ahogy tegnap kiírtam összes lehetséges oldalamra, hogy ma a rossz PC játékok sorozatnak a születésnapi alkalmából gondoltam, akkor legyen egy mesterlövész stream, mert hogy nekem megvan ez a csoda. Beszereztem. Ha jól emlékszem, akkor ezt valamikor még egyetem alatt szereztem be a az egyik, nem mondunk nevet, mert ugye nem fizettek eleget, én bevásárló központban, még Debrecenben, kemény 900 forint, ki volt rakva egy nagy halom CD, meg DVD, filmek, játékok vegyítve egyébként, és 900 forint, tehát úgy rá volt írva, hogy minden, amit itt talált, az 900 forint. Mondjuk ennek ellenére találtam egyébként 450-ért is benne a dolgot, de az lényegtelen. És, ja, tehát 900 forintért megvettem ezt a csodát, megláttam, és mondtam, kell abban a pillanatban. Aztán talán egyszer még játszottam magát a játékot, meg most még egyszer, még a stream előtt. Kíváncsi voltam egyébként, hogy az újabb rendszereken hogyan működik. Egyébként meglepő módon a játék egyetlen egy helyen crash-el csak be, ami egyébként egy úgymond egy tudott dolog, tehát ugye már Freddy D. is elmondta a videójában, hogy az egyik résznél, hogyha meghalsz és visszakerülsz a liftbe, akkor nem tudsz sose kinyitni a lift ajtót. Na most ez csak úgy orvosolt, hogyha betöltesz egy korábbi mentést, viszont ebben a pillanatban összeomlik a játék, úgyhogy majd, majd ha esetleg meghalok egy párszor, akkor lehet, hogy azt majd ott majd újra kell indítani a játékot. Illetve a játék nem szereti az altabolást, illetve a kibe lépegetést, úgyhogy picit rizikós a dolog. Szia, Lixon! Kicsit rizikós a dolog. Próbálok nem nagyon kikartingatni, meg össze-vissza, úgyhogy most is egy pár ilyen óvintézkedést megcsináltam. És még mielőtt belekezdenénk a játékba, nem tudom, hogy ma végigjátszás lesz, tehát nem biztos, hogy ma végig fogom tudni játszani. Elvileg egyébként egy 3 óra után abszolválható maga a játék, tehát nem olyan nagyon hosszú, maradjunk ennyiben. Gondoltam, hogy egy kis felolvasás, hogy mi van a doboznak a hátoldalán. Ja, egyébként csak, hogy nem azért, mert hogy én hazudok, hogy ilyesmi, mert itt van a CD is benne, teljesen karcmentes, kétszer volt benne, kétszer látott CD meghajtót, tehát egy gyakorlatilag gyári állapot. De azt mondja, azt írja a hátoldala, hogy a sötét erők városában, ahol egy korrupt, az orosz, olasz és kínai alvilágban kapcsolatokkal rendelkező polgármester irányít, egyetlen embernek, az orgyilkos Snipernek, így van leírva Sniper, Snipernek van bátorsága és elszántsága fellépni a gonosz ellen. Egy a mafiának végzett munka után Sniper börtönbe kerül, ahol megfertőzi egy halálos vírus, szó nincs ilyenről, drogot adnak neki, tehát még a leírás készítők sincsenek teljesen tisztában, hogy mi ez a játék. Segítők nélkül veszi fel a harcot, ez sem igaz, mert ugye ott lesznek majd Stelláék. A kínai bűnszövetkezetek, mondjuk az igaz, hogy amúgy nem segítenek a harcban, tehát így effektíve, igen. Tehát segítők nélkül veszi fel a harcot a kínai bűnszövetkezetek fejével és a rendőrökkel szemben, hogy megtalálják az ellenszérumot. Ez amúgy igaz, mert a drog ellen valami ellenszérum után kutatunk, de teljesen zavaros a történet. Ellenséges százai akarják útját állni, ezért gyorsabbnak és precízebbnek kell lennie mindenki másnál, ha túl akarja élni a harcot és meg akarja menteni a várost. Miért akarjuk megmenteni? Mi van? Tehát miért akarjuk megmenteni a várost? Na mindegy, ez is egy izgalmas történet, hát nem remek párbeszédek, sötét helyszínek. Ebből a sötét helyszínek az, ami igaz. Tényleg lesz egy-két nagyon sötét helyszín. Kelet-Európát idéző futurisztikus jelentek, nem tudom összerakni a kettőt. Gonosztevők, fekete humor és egy cseppnyi önzés. Nincs benne fekete humor, tehát milyen fekete humor? Tehát nincsenek remek párbeszédek benne. 25 dinamikus és komplex szint. Na most a 20, nem számoltam meg, hogy hány szint van benne. Hát komplexnek annyira nem nevezném őket. Játékos fejlesztési rendszer, aminek semmi értelme nincsen. Könnyörtelen és erőszakos ellenségek, az orosz maffia és a kínai bandák egymás közt. Ennek az utolsó mondatnak semmi, tagmondatnak semmi értelme nincsen. Több játékos lehetőség, játsz barátaid, de a hazugság. Tehát, egyébként teszem hozzá, a mostani végigjátszás közben én is úgy
egy-két pályát úgy el tudtam volna képzelni ilyen multiplayer online meccsekhez. Egyébként a minimum rendszerkövetelmény az Pentium 2 350 MHz. 3D grafikus AGP 3D grafikus kártya gyorsítóval, nem írják le, hogy hány giga, vagy giga, meg a memória kell hozzá, 64 meg a RAM kell, hogy legyen 1,2 giga hard drive, nem csekkoltam le, de szerintem ennél jóval kevesebbet telepített fel, billentyűzet eger nyilván. Ja, egyébként külön érdekesség, hogy a mostani egerek már gyorsak ehhez a játékhoz, nem lehet olyan pontosan belőni, mint régen. 16 bites DirectX kompatibilis hangkártya, szóval ja, 2005-ös a játék, 13 éves, ha minden igaz. Nem mai, viszont mondom, mentségére legyen szólva, abszolút mindenféle hekkelés nélkül elfut egyébként az újabb gépeken, az újabb rendszereken. Annyi hekkelést kellett csinálnom csak, hogy a Windows módot támogassa, de az a config file-ban át kellett írni nullát egy egyesre, és működött. Tehát ez így gyakorlatilag tényleg hekkelés nélkül meg lehetett oldani a futtatását, ami azért mindenképpen egy pozitívum, mert tényleg sok mai játékot nem lehet megoldani, hogy rendesen fusson. Aztán majd a negatívumokról majd még beszélek, mert lesz egy pár. Na, azt mondja, hogy én közben MK-nak és Noise-nak köszönöm szépen a hostokat. Átváltok ide. És elindítom a játékot. Kemény 1024x768-as felbontás, ez volt a legnagyobb egyébként, amit lehetett állítani. Ja, brutális. És úgyhogy egy ablakban fog futni. Hát a hang, nem tudom, hogy mennyire lesz hangos, majd szóljatok. Az a baj, hogy nekem már hangos egy picit a zene. Hangopcióknál ennyi van. Irányítás. Ja. Hát itt vannak ilyen vegyes opciók, de... Ja, és egyébként a legkisebb DP-n használom a legeremet. Ez is nevetséges. Nyitok egy új játékot. Vizin fogom csinálni, de csak azért, hogy inkább fun legyen, mert az az érdekes, hogy még így is egyébként elég számít tud lenni a játék. Mivel a tapasztalati pontoknak gyakorlatilag semmi értelme, tehát ezekre nincs értelme ráaggatni, ezért az életerőre nyomok mindent, gyakorlatilag majdnem olyan, mint egy Dark Souls, és akkor elindítjuk. Ja, és akkor nyilván bemutatok egy pár olyan részt, úgy terveztem, ilyen bugot, meg ilyesmit. Tehát például van ez a bug, hogy... Nos, itt vagyok. Jó kis éjszaka a munkára. Ha nyomogatod a googolás gombot, akkor repülsz. Ez egyébként kiegészítve egy guard mode-dal, mert hogy olyan is van egyébként a játékban. Hú, hát ez aztán elég sötét, főleg úgy, hogy világít a lámpa. Tehát kiegészítve egy guard mode-dal elég OP tud lenni, maradjunk ennyiben. Igen, tehát ennyire sötét helyszínek is vannak a játékban, és amúgy az a vicc, hogy lesz olyan hely, ahol ennyire sötét van, plusz elemek is vannak benne. Igen, és ennek a fényforrásnak is nagyon sok értelme van, hogyha alatta tiszta árnyék az egész. Meg kell keresnem a kapcsolatomat, de ki lehet az? Annyira... Wow, mondjuk ez úgy volt. Lol. Hello. Ez újdonság volt még nekem is. Próbáltam feltérképezni egyébként az előző végigjátszásnál, hogy milyen bugok vannak. Na mondjuk ez a lépcsőzés egyébként az is zseniális. Tehát ez kurva jó. Jó napot, uram! Inkább jó estét!
bunkó paraszt. Semmi mond. Hello, édes! Mulatunk egy kicsit? Ajaj. Hát nem is tudom. Talán igen. Vadul is szereted. Olyan vadul, ahogy te szereted, bébi. Még mindig mozog a szája. Jó. Egy kicsit feltérképezzük. Ez lesz a meló. Mindig nagyon hangos a zene. Ez lesz a meló, amit el kell végeznünk. Hoppá. Majdnem fagyos lett a hangulat. Ja, elég sötét a játék. Sajnos nem a jó értelemben. És nem lehet állítani. Nem. Rossz PC játékok fölött. Az enyém még odébb van. Csak rossz PC játékok fölött és nap van. Én vagyok. Jó. A célpont egy piros inges férfi a benzinkutnál. 11 éve jelent meg a rossz PC játékok első részt. Aztán gondoltam, hogy akkor miért nem. Tehát már egy ilyen... A lényeg, hogy átrázott néhány nagy fiú. Tisztelgést adni. Most négy fegyveres zsaru kísérik. A csodálatosságnak. Egy áruló. Ez könnyű lesz. A zsarukat gyorsan és messziről nyírt ki. És ne kapjanak el. Figyelj, itt semmi értelme nincsen egyébként a párbeszédeknek. Nem probléma. Jó. Végül is nekünk nem a híres vadász kell. Ne rontsuk el. Jack sosem mondta, hogy béna lennél. Ha végeztél, menj a szokásos helyre. Semmi értelme nincsen a párbeszéd. Még hogy fekete humor, meg ilyen fasság. Itt fel tudok jönni a googolás gombnak a folyamatos nyomkodásával. Elég fos. Hát a másik kedvencem, szerintem most mentek is gyorsan egyet. Ezt nem is jöttem észre, hogy ezt például nem lehet átírni. Semmi gond. Ez a scope. Tehát ez... Ja, és nincs ha benne elhajlás. Anyád. Ott van... Az igen. Nem én vagyok potétó. Irány a kocsim. Önöt mondanátok, hanem... Olyan szintű... Tehát olyan gyorsan... Tudnak irányt változtatni az elemik, hogy így pislogsz, hogy így mi a fasz. Nagyon durva. Itt majd fent fog lesz egy sniper, másik. Az áruló köcsögöt ezt lelőjük. Csak úgy játszásiból. Húha, szóval nem sok HP-n maradt. Lassan mentünk egyet. Az a baj, alapvetően ezzel a játékkal easy játszom. Sőr azt. Ja, dodge voltam, úgy keményen. Szóval, hogy... Ott van. Szóval easy-n is egyébként, megmondom őszintén a játék szemét, mert nem következetes. Hoppá! Azért az reakció volt. És akkor fel tudunk jönni ide a tetejére. Ha minden igaz, jaj! Jó, majdnem azt hittem, hogy meghalok. Na, álljátok, próbálok. Milyen szépen felkenődött a VR. Na, kicsit, bocsánat. Igen, szóval, ja, ilyen láthatatlan fal van. Zseniális ez a játék. Próbálok óvatosan landolni, mert nem szeretném előről kezdeni az egészet. Jó, így is jó. Ugye? A googolás gombnak a lenyomásával, hogy spammeléssel lehet repülni, tehát agyrém ez a játék. Vezetés közben valamiért hátra léztem.
valaki követett. Egy rendőr esetleg? Nem áll össze a sztori, mert hogy itt most mögötte nincsen senki. Csak a rendőr. Ugyanazt a karakter látjuk egyszer átfutni, egyszer meg itt. Azonnal szálljon ki a gépjárműből! És egyébként, hogyha most tűnt fel, hogy az Uber tűnt egyébként, nem tudták ugyanazt a betűtípussal meg csinálni. Komoly átvezető. Igen, itt ilyen hentesek végeznek rajtunk mindenféle dolgot. Most ugye ebbe ugye a drogot, ami a leírás alapján egyébként ugye vírus, de egyébként meg egy drog. Te. A lázadó. Felveszük ezeket. A fenébe. Ki kell jutnom innen. Elvileg regenerálódott a HP, ami nem igaz. Na mi van? Üsse meg. Pazarolod az idődet, haver. Menj a közös terembe. Ha menj vissza, regenerálódott a HP. Ha átjutnék azokon a kapukon. Szóval téged is elkaptak. Na, őrtőlem, hogy ugye elveszük a... Állj! Meg ne mozduljatok szemetek! Jaj, segítség! Nem tudom felvenni a fegyverét. LOL? Úgy emlékeztem, hogy a fegyverét fel lehet venni. Ja, há, jó, hogy visszajöttem. Akkor nem. Viszont használjunk rá egy bandagát. Jó, erre nem. Nem. Halló? És minden ugyanúgy kopog. Le van tartóztatva. Dobd el! Gyorsan! Jézusom. Ó. Jó. Na várjátok, egy picit lenézünk. Állj, ne mozdulj, és ezek még mindig folytatják itt a... Kezében azért ott marad a súlyzó, tehát ez egy kemény a csávó. Ezek meg itt sakkoznak. Ki? Honnan? Micsoda? Igen. Ennyire szemét a játék. Tehát, hogy onnan. Nyisd már ki. Na akkor. Jó, mindegy, megyünk a normál úton akkor. Igen, az OP gumi. Az a vicc egyébként, hogy majd látjátok, hogy néha a gumibottól, meg pisztolytól sokkal jobb, könnyebben, meg egyszerűbben meghalnak az ellenfelek, mint mondjuk egy shotgun. Mondjuk a shotgun is elég OP egyébként, de például ilyen sorozatlövőtől van, hogy... Kuki. Hello! Kuki, értem? Valahogy ki lehet nyitni majd ezeket a szarokat. Ja, most esetlen a... Le van tartóztatva! Na, jó. Ja, fel van töltve. Lol. Jó. Állj!
Hopp, ott jön. Ön át fog jönni az ajtón, vagy nem fog átjönni az ajtón? Nem! Jó. Mondom, zseniális az a játék. Te honnan? Jó. És mindent HP-ra fogunk adni. Ott van valaki. Zseniális. Az, arra viszont nem jöttem rá, hogy hogy lehet kinyitni a... ezeket. Mert itt azért úgy látom, hogy van egy pár heal. És azt jó lenne felszedni. Nem... nem, mert ezt az ajtót nyitja. Hagyom egy picit a staminát visszatöltődni. Meg eszünk egy sneakerst is. Nehol ugyanazok a lapok vannak egyébként, szóval ez zseniális. Ezt tényleg nem tudom. Ah, itt van! Ha! Ez azt azért teljesítmény. Hú, annyi hírem lesz. Amikor stream előtt végig játszottam. Igen, ez az a csoda játék. A mesterlövész. Amikor stream előtt végig játszottam ezt a játékot, akkor ugye kíváncsi voltam, hogy nyilván elfut-e. Meglepő módon egyébként igen. És... lol. Ez sem nagyon rohant. Akkor gondolom itt fent is kell lennie, nem? Nagyon kalantyúnak. Aha, ott is van. És... magyar szinkronos, persze. De magyar szinkronos. A magyar verzió van meg. Csak a Twitch nem ismeri a magyar verziót. Igen. Itt lehet, hogy azért nem is kell kinyitni. Pedig ott van egy... itt van egy Kellogg's. Ott is. Na mindegy. Igen, tök durva. Jáj! Jó. Mentek, mert nem tudom, hogy mikor fog összeomlani a játék. Szóval arra panaszkodtam így magamban, hogy basszusát mondom, semmi ízem nem maradt, hílem. Aztán... ja, most végül is így ki tudtam nyitni, azért így elég sok hílem maradt. Hogy lesz. Meg egyébként utána rájöttem, hogy a... valamiért a sör is gyógyít. Meg minden ilyesmi. A... úgy? Le van tartottatva. Hát nem. Heh! Hol a fasz? Jönnek be a... olyan... nem tagok van. Hoppá! Hoppá, ezt nem is tudtam, hogy itt ilyen van. Férges alma. Jó. Ja igen, osztunk pontokat, mert az fontos. Mindent ide. Na, legalább akkor már az nem fog bántalmazni minket. Majd ott kell majd eljönni.
Hát itt annyira a fedezékre nem kell koncentrálni, szerencsére nagyon buta az enemi. Ti mivel mostok fogad, srácok? Vigyázz, haver! A sarok mögött őr áll. Köszi! Csá! Talán itt pont felettem is lesz egy. Az úgy vicces egyébként, hogy kurvára nem tudod betájolni, hogy honnan lőnek téged majd. Vagy konkrétan a pálya másik oldaláról is lehet hallani az enemit. Ami egy vicc. Felszedjük a vizéket. Patkány. Lőszer. Ja, töltőképernyő. Hát én azt nem is olvastam, látod. Ó, figyelj. Kocsolya! Ja, igen, rendezgetjük, mint a Fortnite-ban dolgokat. Nagyon beszartam. Van itt még valami? Az ultimate csalás. Belenézünk itt a bizony fazaikba. Látom, van itt egy kis maradék. Egy pillanatra azt hittem, hogy ott fogok ragadni egyébként. Beszartam. Zseniális ez a játék. Látjátok, hogy belelőttem, és azt mondta, hogy nem. Kitörni, mi? Próbáld a szellőző aknákat, az kivezet a cellablokból. Minket nem voltam egyébként. Oké, köszi, haver. Akkor te életed előtt is vagy kivenem, ja nem? Semmi. Pontosan úgy néz ki, mint Sini. Töltünk egy kis staminát, mert az kell. Érdekes, most nincsenek itt patkányok. Általában pedig szoktak lenni. Ja, itt vannak. Nem feltétlen kell szétütni, mert elvileg nem támadnak. De ha még sincs igazam, akkor le fogják nagyon gyorsan szedni a HP-mat, de ez nem Dark Souls, úgyhogy... Ja. Újra a szabad levegőn. Végre. Vissza. Mondom, vissza. Kuki. Értem. Csak azért mondtak ilyen gyorsan, ilyen gyakran, hogy ha esetleg a játék mégis úgy döntene, hogy most streamben mégis befosna, maga aláposna, akkor ne érjen váratlanul a dolog. Srácok, haló? Bazd meg! És ezt fogjuk használni. Oda kell arra is figyelni, hogy az enemiknek milyen fegyvereik vannak. Mert hogy elég sok golyót meg tudunk spórolni, akarom a lőszert. Hoppá! Picit lement a HP-nk. Ja igen, és akkor a
A fény az meg ilyen, tehát így ennyit ér a fény. Lehet, hogy mégiscsak visszaváltok Shoki-ra. 53. Jó, talán. Oké, Ericsson. Egyébként eldönteni, hogy így fentről, oldalról, vagy honnan fognak jönni, tehát... Fel a kezekkel! Hoppá! Abszolút semmi ilyen térhallás, vagy hogy mondjam, tehát nincs a játékban. Ezek egyébként hogyan frontba kerültek már megint itt fel? Ezt is utálom egyébként benne, nagyon szemét, hogy jártál valahol, és akkor berakja oda az enemit. Csak azért, mert úgy gondolta. Ja, most onnan leszettük, viszont akkor fel kell szedni a sniper fegyvert, ha még ott van. De... Nem, úgy látom, hogy... Játék úgy döntött, hogy nem hagyja meg nekem ezt a lehetőséget. No problem. Ez is, hogy minden mondjuk egyébként ez, hogy minden alkalommal elrakja, nagyon sok esetben amúgy rohadt idegesítő. Ám bátor, van olyan rész, amit lehet csinálni úgy, hogy nem ölsz meg. Megállni! Bazd meg, az egy headshot volt, nem baj? Úgy tűnik, a lázadás ideáig nem jutott el. Injekció. Hoppá! Igen, szóval... Ez is érdekes, hogy így... Néha... lövésed nincsen szó szerint. Arról, hogy... Hát, meg ne táncoljál már! Fel a kezekkel! Fel a kezekkel! Ha néha lövésed sincsen arról, hogy honnan követnek be az ellenfelek, hanem csak úgy ott vannak, tehát így megjelennek. Ezeket nem lehet kinyitni. Cső. Nem kaptunk pontokat, de egy darab pontot kaptunk. Ez is nagyon fura egyébként, tehát hogy nem... Teljesen vágom, hogy... Igen, hogy mi alapján... Hopp! Azt majd akkor mindjárt... A sniper-t jól lett volna... Megállni! Sniper-t jól lett volna felszedni. A játék is úgy akarta volna, de azt mondta a játék, hogy ma nem. Jó. Azt mondja, hogy akkor hol volt? Itt volt, igaz? Mennyit belelőttem? Nem probléma egyébként. Jó, mondjuk... értem én, hogy... Na, ez most mi? Na, ez mi a fasz? Tehát értem én, hogy páncéljuk van, mert igen.
Hajlan csillapító, mert az kell. Veszünk egy nyers húst. Kimegyek és tudja, hogy lesz, nem tudom, hogy lesz itt valaki. Nem hagytak itt esetleg? Nem hagytak itt nekem semmit. Na jó. Nem lehet jönni. Az nem tudtad. Nem tudom, ez honnan jött, tehát itt nem lehet, nincs ajtó, mármint, hogy én azon nem tudok jönni. De mondjuk nyilván a... valamilyen csoda folytán az elemit, nem zavarja a latény, hogy valami zárva van, vagy áthatolhatatlan, vagy ilyesmi, tehát... Hát az így nem érdekes. Ja, nem arra kell jönni. Hoppa! Baj van. Na jó, csak vicceltem. Na, valaki? Nem, senki? Jó. Pasiánc. Az kell. Igen. Néha nem veszi fel a fegyvereket egyébként, azt teljesen értem. Tehát így átmegyek rajta, és nem szedi fel. És nem azért, mert tele vagyok a lőszerrel. Hanem... Nem olyan kedve van a játéknak. Le van tartóztatva! Ki? Én? Dehogy vagyok? Dehogy vagyok én a tartóztatva? Ott még van. Nem, megint a... Ne mondd, hogy megint bele kell húgnod. Dada! Köszönöm a lucot, Lixon. Akkor ezt nem lehet, hanem ezt shotgunnal kell szétlete. Ilyen, tehát hogy ilyen finomságokat inkább hagyjuk. Hogy a játék nem igazán vezet rá egyébként semmire se, hogy... Húsit megeszünk, az mindig jó. Ez meglepett. Ez is ilyen random, hogy ez vagy itt van, vagy nincsen. Mennyit kaptok, fiú? Nem baj, hogy... Meg kellett volna halnotok már rég. Ó, és akkor most jön a kedvencünk. Mentek is gyorsan egyet. Ácsi. Meg van. Cucc. Nagyon jó. Shiptel egyébként elég dinamikus a játék. Nem arról van szó. Mindegy. Negem. Szóval... Azt mondja, most nincs, most azért nehéz, azért van nehéz dolgunk, mert nincs meg a sniper.
snipernek kell szedni a snipert, de ez is megvan. Ez meg ilyen... Igen, ez kicsit sebez. Mindjárt meghal. Ennyi. Kapta halt. Nem megy az egészségre. Na és akkor... Itt van a busz. Vérzik a busz. Még mindig vérzik a busz. És arra még fel tudunk gyorsan menni. Szerintem. Ja. Ott van a helikopter. Sini, köszönöm a hostot. Azért megérte, mert hogy megvan a sniper. A sniper puska. Szerintem így átrakosgatjuk a dolgokat. Mint hogyha Fortnite-oznék, amúgy, de tényleg. Van, vérzik a busz, bazd meg. Vérzik a kibaszott busz. Nem úgy szartam, de végig kell csinálni. Zseniális az a játék. Később nyílik az ajtó, mint a izé, szia Nikő. Köszönöm szépen. Később nyílik az ajtó, mint ahogy átmegy a izé rajta. Itt és akkor... Itt az ideje, hogy felkeressem az ügynökömet, Jacket. Ő talán tudja, mibe keveredtem. Nem shotgun lőszer, vagy ez milyen lőszer? Nem nagyon maradt lőszerem, egyébként annyi problémám van. Ilyenkor megrobban, és amúgy nem is kicsit sebez, de... De mindegy, ez ilyen nagyon érdekes. És akkor visz kis gyógyit. Be vagyunk bassza. Jaj, hello! Igen, Jack. Ugye nem tudsz róla semmit. Egy kicsit furcsa volt. A haverok most nem keveredtek bele. Hú, köszönöm a rengeteg hosszat. Futika, Lixa, Landers, Vianna, Noise, a többiek. Ki volt a kapcsolat? Kivel találkoztál? Nem értem, miért kell kattintani egyébként, amikor egy opció van, de... A polgármestert is említette. A polgármestert? Akkor többet is tud. Jack, tudod, hogy jussak be a birtokára? Persze, hogy tudom, Dom. De az utcákon banda háború dúl. Ez öngyilkosság. Majd vigyázok magamra. Már máskor is elbántam ezekkel az orosz pánkokkal. Rendben. Menj a gettó felé, és indulj a bérházak felé. Oké. És aztán? Mász fel a háztetőkre, és menj a divatos környékre. Ott van a birtoka. Még valami. Azok a mocskok drogot adtak nekem. Árulnak valami újat mostanában? Állítólag van egy új drog, ami erősebb és halálosabb, mint a PCP. Köszi. Cső. Most már megdöbölhetsz. Nem baj. Egész tárat belelövök. Semmi probléma. Igen, amúgy ezt is felvesszük, és szerintem... Ja, Soti helyére fogjuk rakni. Fel a kezünkkel! Baszki, nem tudom ráirányítani a célkeresztet. Nagyon el kell bújnom. Jaj, nagyon el kell bújnom. Jaj, eltalálnak. Jaj, minden irányból lőnek. Jaj, itt van a közelemben. Jaj, úristen, mindjárt meghalok. Jaj. Vágok ilyen hülye pofát, mert nem tudom ráirányítani, a három pixelre bazd meg a fejét.
tököljél már meg. Légy oly kedves, köszönöm. Szia Greg. Igen, igen. Ugye 11 éve jelent meg a rossz PC játékok első része, amiben a mesterlövész volt terítéken. Az indította el az egészet. Semmi baj egyébként, bazd meg, hogy innen már jöttem. A rohadt mocskos szemét rád. Szóval igen, ezt mondom, onnan lőnek, de egyébként meg kurvára nem onnan hallottam. Sőt, hát konkrétan se onnan nem hallottam. Hogy ne, te rángadozzál már annyira orosz bánk. Bazd meg. Ja, és akkor egyébként elárulok egy annyi kis kulisszatitkot, hogy egyébként ez az egész streameléses dolog egyébként innen indult. Mert tavaly volt ugye 10 éves, és gondoltam, nekem egyébként ugye megvan, aki ugyanon érkezés nem látta, nekem megvan CD-n a Mesterlövész. Még annó még egyetemistaként szereztem be, és már tavaly megfogalmazódott bennem egy olyan gondolat, hogy... Az ezt igen, az ezt robbanás volt bazdmeg. Jaj, nagyon szedi a HP-mat. Jaj, ugye meghalok. Hú. És szóval tavaly már megfogalmazódott bennem, hogy csinálni kéne ezzel a rossz PC játékokkal valami kis... rúgjunk be. Valami, nem tudom, akármit. Videót, vagy valamit, csak akkor még nem igazán voltam én ebben benne. Találd már el. Nyom már le. De vagyunk baszva, nem tudunk nyomni. És akkor onnan fogalmazódott meg valahogy ez a streameléses dolog, és akkor, akkor kezdünk el streamelni, és akkor most meg gyakorlatilag beérett, amit ugye szerettem volna, tehát le tudom streamelni ezt a játékot. Egyébként mondom, meglepő tényleg, hogy mindenféle hekkelés és probléma nélkül a játék elfut. Windows 10. Az egy headshot volt, csak mondom. Amúgy az egy headshot volt. Fiú. Be kellett volna adni. Semmi közöm nem volt hozzá, én egyszerűen csak rajongó voltam, mert nagyon én követtem a munkásságát, azóta is követtem. És hát ez a játék, ez egy zseni, tehát ez egy zseniális egy játék. Jó, erre nem lehet jönni. Van még sor. Azt megisszuk. Akkor rövidebb hatása van. Csillandás B. Köszönöm a hostot András B-nek. Ja, úgyhogy... Köszönöm, nem volt hozzá semmi ilyesmi. Szóval csak gondoltam, tisztelgek egy sort a játék előtt, meg a tragédi munkássága előtt, mert gyakorlatilag tényleg ő volt az első olyan youtuber, úgymond, aki azért elég nagy tömegekhez eljutott és szórakoztató tartalmat gyártott, tehát így... Megállni! Anyád. Figyelj már, amúgy nem... Haver! Meg ezek az automatikusan záródó ajtók, jaj, bazd meg! Zseniális! Hoppa! Oh, jó. Best game ever, abszolút. Legjobb játék valaha. Ja, úgyhogy... nagyon nem is... Hova raktam én el? Ah, itt van. Na, nem volt náluk sok shotgun lőszer. Ez hogy lehet, hogy csak 8? Hát ketten voltak shotgunosok. Várj, nem jön ki a matek. Elég kevés. De gyakorlatilag ő volt az első, aki tényleg ilyen szórakoztató tartalmat gyártott YouTube-ra. Kreatív szórakoztató.
hogy eléggé meghatározó volt a gimnáziumi években gyakorlatilag. Nagyon örülök, hogy valamit kihagytam. És olyan, mint a Dark Souls-om, úgyhogy... A játék nem nagyon vezet rá, hogy merre kell menni, amúgy megvolt, hogy hova kell menni, csak ezt még azért megnézem, de olyan semmi. Tudom, ez egy nagyon merész összehasonlítás, hogy olyan, mint a DS. Nincsen sok lőszerem. Így hunyorgok, vagy ilyesmi, az azért van, mert én se látok semmit egyébként. A view distance az így ilyen 0,6, vagy nem tudom, hogy nagyon... Ó! Oh, na. Igen, szóval ez így... Az meghalt. Szóval igen... Ne menjél be. Akkor is elkaplak. Igen, lehet arra menni. Jó. Megnézzük erre mi van. Semmi. Ott lefele is lehet menni valamiért, csak nem tudom miért. Valami van ott is. Mentünk. Az fontos. Dobd el a fegyvert! Fájdalom csillapító. Ennyi. Ja, meg egy kill, az jó. Az jó olyan. Kaptunk pontokat? Egy pontot kaptunk, hát. Á, kegyetlenek ezek a hangok. Akkor itt, ja, itt van egy ilyen. Jó. Igen, ez csúszkálás. Aj, baszki. Játék. Honnan a kurva anyámból kerültetek már megint elő? Egyébként. Csak hagyd kérdezzem már meg. Jaj, lőnek. Jaj. Jaj. Basszunk be. Teljesen mindegy. Honnan, ja? Jaj, lőnek. Jaj, úristen. Részeg vagyok, lőnek. És azt hiszem két irányból fognak. Ja, nem. Azért fedezékben bebújunk, mert átváltunk sniperre, melyik volt hármas. Ez a szkópolás, ez zseniális. Ú, baszki. Jó, mondjuk ez részegen nem olyan jó. Az nem én voltam. Felrobbant a kocsi. Na jó, lehet megvárom, amíg kimegy ez a biohatás, mert ez így nem az igazi. Ja. Én azt hittem, hogy a szkópolok, akkor nem megy lejjebb. Ó, bazd meg. Hallod, a teleport, az... Ki készít? Na jó, és már
gyors faszomat. Nagyjából. És ott távolban. Hát ez honnan? Valahol a távolban van egy sniper. Ott van. Ott van. Nyilván, én nyilván nem látom őt, de ő lát engem, tehát... De úgy látom, kapta halat. Nem robban fel a kocsi, tehát... Szia, Bi. Hogyan állunk lőszerrel? 7-es soti. Fogjuk rá. Megeszünk mindent. Jó. Jó. Hát ennek már elégnek kell lennie. Elvileg talán itt is van valaki. Ott van. Igen, ez a csodálatos, hogy... Van itt nagy hely. És azt mondja a játék, hogy nup, nem mehetsz arra. Picit várunk, hogy visszatöltődjön. Üdvözlök mindenkit egyébként, minden újonnan érkezőt. Zseniális ez a játék. Hopp, ott van. Jó. Hopp. Az mi volt? Az honnan? Ki volt az? Ott, ott van. Csalunk. Fel akarom szedni ezt, meg fel akarom szedni a snipert. Nem teljesen vágom, hogy itt minek van egyébként bármi. Elvileg nem is lehet bemenni itt. Ez ilyen nettó szivatásból van itt szerintem. Most abban nincsen lőszer. Akkor jön a következő pályaszakasz, polgármester, a Jenőnél, polgármester hivatalnál. És itt van egy olyan érdekesség. Ugye mondom, csak töltök magamnak egy kis innivalót. Ugye most eladta a fegyvert, hogy be lehet úgy menni, hogy... hogy gyakorlatilag csak kidumálod magad. Itt az ideje, hogy elmenjek egy régi barátomhoz. Mondjuk az egy másik kérdés, hogy egyébként, hogy visszafelé már ezt nem fog tudni megoldani. Ki vagy és mit akarsz? Ki vagy és mit akarsz? A polgármesterrel akarok beszélni. Tényleg? És mit akarsz tőle? Régi barátom, együtt ültünk a sitten. Miről beszélsz? Yes, sosem volt börtönben. Gyerünk, Jorge vagyok. Biztosan beszélt rólam. Ó, igen. Hallottam róla. Kaptunk 1000 tapasztalati pontot, de nem tudjuk, hogy mennyi kell a következő szintlépéshez. Tehát, hogy így... Be lehet így végig úgy jönni. Ez valószínűleg orosz. Mit csinálsz te itt? Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok. A polgármesterhez jöttem. Igen. Oké. Marlonit az irodában találod. Magyar szinkron. Marlonit az irodában. Én nem akarok elmenni. Át kell adnom valamit a polgármesternek. Jó. Tehát az lesz majd a kiút. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok. A polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találod. De hogy lehet oroszként Marlonit? Ezt rakjátok össze.
ezt rátok bízom. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találtam. Az összes létező hílt már most. Én nem tudom, hogy miért rohan ennyire a karaktert. Olyan, mintha... változna. Helyszínenként változna a sebesség. Mit csinálsz te itt? Hír. Azt mondták, várjak rád, vadász. Most meghalsz. Mi a fasz? Dobd el a fegyvert! Itt az ideje, hogy elmenjek. Ezt így most a színem értem teljesen. Ki vagy és mit akarsz? A polgármesterrel akarok beszélni. Tényleg? És mit akarsz tőle? Régi barátom, együtt ültünk a sitten. Miről beszélsz? Sosem volt börtönben. Gyerünk már, Jorge vagyok, biztosan beszélt rólam. Ó, igen? Hallottam róla. Teljesen vágtam, hogy a mi van. A polgármester az emeleten van. Akkor engedj át, hogy az emeleten van. Faszkalom. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találod. Mit csinálsz te itt? Na, engedjetek már. Srácok, speedrun van. Na jó, nem. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Okay. A jelenhöz. Marlonit az irodában találod. Várjatok már! De most nézem. Alapból be van nyomva valamilyen futás. Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találod. Akkor ahhoz, hogy ne basszam el. Mit csinálsz te itt? A fejedem vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találod. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találod. Semmit nem tudok csinálni. Az a szín, az lebaszott, bazd meg. Itt az ideje, hogy elmegyek. Állj! Ki vagy és mit akarsz? A polgármesterrel akarok beszélni. Tényleg? És mit akarsz tőle? Régi barátom, együtt ültünk a sitten. Miről beszélsz? Ebben én nem futottam bele. Sosem volt börtönben. Gyerünk már, Jorge vagyok, biztosan beszélt rólam. Nem? Jó. Mit csinálsz te itt? Csak sétálok. Azt mondták, várjak rád, vadász! Na, ezt elbasztuk, nem baj. Aj, vagy lövöd! Aj, vagy lövöd! Aj, megállni! Akkor nem jött össze a békés. Én megpróbáltam minden tőlem tehetőt. Hopp, 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 baj van. Bezd meg. Nem baj, újra próbálhatjuk legalább. Itt az ideje, hogy elmenjek egy régi barátomhoz. Van egy például, amely nem voltam. Ó, majd egy pár dolog. Állj! Ki vagy és mit akarsz? A polgármesterrel akarok beszélni. Tényleg? És mit akarsz tőle?
Régi barátom, együtt ültünk a sípben. Gondoltam volna, miről beszélsz? Fos. Sosem volt börtönben. Tagok vannak benne. Gyerünk már, Jorge vagyok, biztosan beszélt róla. Nem hagyom végig beszélni akkor. Hallottam rólad. A polgármester az emeletem van. Jajon. Miért van benyomva állandóan a shift? Nem is értem, olyan, mint hogyha... Igen... Igen... Engedjél már! Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké, Marlonit az irodában találod. Jó van, engedjél. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké, Marlonit az irodában találod. Ezt nem hiszem el, bassz meg. Ledob és fél HP-val kezdek. Itt az ideje, hogy elmenjek egy régi barátom. Alapból be van nyomva a shift. Ahhoz, hogy sétáljék, nem fogok eltartani a shiftet. A polgármesterrel akarok beszélni. Tényleg? És mit akarsz tőle? Régi barátom, együtt ültünk a shiften. Miről beszélsz? Sosem volt börtönben. Gyerünk már, Jorge vagyok, biztosan beszélt rólam. Ó, igen, hallottam rólad. A polgármester az emeletem van. Köszönöm, Rickson, a luccot. Engedjél már be! Hoppám! Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké, Marlonit az irodában találod. Tényleg menteni kell, bazd meg mindenhol. Úgy látom, mert... Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találod. Engedjél. Hagyjál. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké. Mit csinálsz te itt? Az irodában találod. Itt az alma. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találod. Itt kell felszedni a... Igen. Nincsen alma, nincsen alma. Jó. Ugye? Mit csinálsz te itt? Jorge, a polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találod. Megtaláltuk ettől az irodát. Véletlen... El kéne jönnöd onnan, mert be fogok ragadni. Haver. Mit csinálsz te itt? Na mindegy, hagyjál már! Oké, Marlonit az irodában találod. Jó van, menj onnan. Mit csinálsz te itt? Jorge vagyok, a polgármesterhez jöttem. Oké. Marlonit az irodában találod. Ki vagy te? Hogy jutottál át az őrökön? Lenne egy-két kérdésem, haver. Ki vagy te, és mit akarsz? Őrség! Milyen droggal tömitek a rabokat a sitten? A kormánynak akarják eladni a rabokat. Be lehet menni úgyis, hogy... meg a hallgatásomért. Hogy Én dolgozom. Be lehet úgy ismerni, hogy átadom a drogot meg lelövöd minket igazából teljesen. Ő meg a börtönben használja. Hm.
Mindent elmondok, amit csak akarsz. Nem kérdem még egyszer. Kinek dolgozol? Don Vasil, menj az elhagyott kolostorhoz. Ott megtalálod. Ezeket még nem tudom felszedni. Na végre. Most kérdés. Elmentem. Azt mondja, hogy inventory. Mondjuk ezt átrakjuk. Ugye át lehet rakni ide is, tök mindegy. Ha azt mondja, ötös. Tehát nem ölöm meg. Nem. Azt hiszem, hogyha nem ölöm meg, akkor... akkor úgy látszik, hogy teljesen lényegtelen. És melyik? 8-as az Uzi. És van... van az 5-ös. Ez egy durva. Oly, vagy lök! És itt kell kimenni. Jó, Bi. Kitartást a munkához. Köszönöm, hogy itt voltál. De ezt nem vágom, tehát most én... ugyanitt vagyok. Most mi van? És ide is csak így bejön, hogy beugrok. Kifele már ki tudok jönni. Kettőt a HP-ra. Ó, sem probléma. András Bé, köszönöm szépen. Oh, shit. Ezt nem is tudtam. Látjátok, mik vannak? Kiszedni, azt már nem fogom tudni belőle, az... de. Kukát nem lehet kinyitni? Nem. Szerintem átváltok Sotira. Dobd el a fegyvert! Oj. Megállni! Hé, ne ölj meg! Én itt csak dolgozom! Ő volt a Jack Umbrella, ugye? Yeah. Ki felbérelt minket. Hogy milyen fegyvereink vannak, miből mennyi lőszerrel. Melyik a 7-es? Van 150, nem olyan rossz. De shotgunnal megyek most szerintem. Valami kolostor, ott ahol gyógyni lehet. Tudani... hogy...
mint a Quake, bazd meg, olyan. Hoppá. Kicsi fiókja. Ja, akkor eljövünk erre. Ó, igen. Igen, erre itt emlékszem. Sniperes genyó. Nagyon kell. Megeszünk egy almát, az fontos. Szia, vizes nincs. Nem, az én szülinapom van. Rossz PC játékok sorozat születésnap van. Az enyém az majd nyáron lesz. Jaj, és itt lesz Stella. Hé, nagyfiú, fordulj meg! Úristen, nem merem. Ó, remek, egy női járőr. Mit akarsz, édesem? A nevem Stella. Ügyes lehetsz, ha nem hallasz meg hátulról. Én nem vagyok olyan diszkrét, mint a többiek. Ha, enyhén szólva. A fél bandát kinyírtad itt. Dom Vasilt keresem, és ezek a csúnya fiúk nem akartak válaszolni. A maffia főnöknek? Akkor nem vagy olyan okos, mint amilyennek látszol. Mi az utolsó kívánságod? Mi most ez fenyeget? Vagy mi? Ne csevegjünk el. Nem értem teljesen. Itt van, vagy nincs? Nem, nincs itt. Meghalj. Te is így járhatsz, ha nem vigyázol. Ki nyírta ki? Hatalmi harc volt. Dom Mario végzett vele, hogy átvehesse az üzletét. Ez a Mario most drogokat árul. Nem tudod, hol találom? Talán segíthetek. Találkozzunk egy ülemóra a Bullseye kocsmában. Érdekesen hangzik. Talán. Sok szerencsét, Civi. De az előbb meg még olyan, hogyha megfenyegetett volna, hogy én nem tudom. Nagyon fura. Kapta hal. Hű. Anyád. Igen, kell egy kis shield, majd mentünk is gyorsan egyet. Igen, ez nagyon szar. Nem látom őket a köd miatt, de ők fognak látni engem. Hopp! Tököljél már meg! Sőme, bú! Jó, hogy felhíleltem magam, mi?
Szerintem ott lesz a kijárat, nagyon sem legyenom. Jó. Nem. Azért ez a játék ez nagyon messze van. Think having in commandment. Don't bring your own beverage. Deposit weapons at the bar. Poke outside. Menjünk ide. Ó, a fejem. Hello. Hé, kicsim, valami stresszoldó kéne. Tud segíteni? A zsebes morog valamit. A zsebes morog valamit. Mi a fasz? Lám-lám. Látom, sikerült. Jól vagy? Egy ilyen srác, mint én, tudok vigyázni magamra. Ó, ne játsz meg magad. Mindegy. Azt hiszem, segíthetek megtalálni Don Mariót. Valaki törleszti az adósságait. És úgy tűnik, most ő van soron. Mario erős. Tényleg nagy hatalma. Nagyon szexi. Ő irányítja az olasz maffiát, és a rendőrség is a kezében van. Jaj. Mindet ki akarom készíteni. Biztos vagyok benne, hogy ez a disznó záratod be és tömött tele droggal. Szóval bosszút akarsz állni. De gondolod, hogy csak úgy besétálhatsz és mindenkit kinyírhatsz? Hidd el, van egy-két ötletem. Segíthetek neked bejutni a maffiába, hogy elkaphasd Máriót. Érdekel? Nem tudom, miért kéne bíznom benned. De végül is miért ne? Nico, ő itt Dominik. A vadász. Elég hitvány alaknak látszol. Stella azt akarja, hogy segítsek neked. Van egy öreg mafiózó a blokkoknál, a neve Marlon. Ő segített. Van egy öreg mafiózó a blokkoknál, a neve Marlon. Ő segített. És mi van? Ahogy akarod. Hol találom Marlonit? Menj el a házához. A második emeleten lakik. Mondd, hogy én küldtelek. De ne a fegyvereiddel menj, mert a srácok egy kicsit idegesek az ilyesmire. Na menj, később még találkozunk. Tuti. I love Paris. Szeret franciálni. Szerintem ne a fegyverekkel menjünk, hát jó. Viszont az a vicc, hogy itt még csak, tehát csak az elején lehet majd fegyver nélkül menni. Mondom. Látod? És... Kapjátok be. Állj meg, de gyere! Állj meg, te gazdag! Ja, van elosztható pontunk. Hát akkor már minden HP-ra. Biztos, hogy elragadtam volna magam. Még látnom kell Marlonit, mielőtt elmenni. Jó, tehát majd itt el lesz a dead kijárat. Jó. Oké. Menj már ki. Ezt nem hiszem el. Nem. Igen, ide nem tudom bemenni. Töltés. Van egy csirke. Az is megvan, na, legalább megölhető a csirke. Állj,
Nem tudom felszedni, értem. Miért ugrott? Ha leülök mindig, ki a fene vagy? Nikó mondta, hogy te tudnál valamilyen jó kis drogot szerezni. Tényleg ezt mondta? Hát ez nagyon szép, de ez nem megy ilyen könnyen. Hallgatlak. Van valamelyik a kínaiaknak, amire szükségünk van. Öld meg őket és hozd el nekem. Tekintsd meg történtnek. Jó. Hozd el a régi gyárnegyedbe. Ha végeztél, ott találkozunk. Mielőtt elmennék, meg kell kérdeznem, hogy mi kell neked és miért. Ez egy szobor, amiben egy különleges drogrecepte van. Egy vírusé. Elvesztettük. Ugyanezt a drogot tesztelik a szemetek a börtönben. Megöllek! Téged is megfertőztek? Menj! Tűnj el innen! Felejtsd el! Megfertőztek. Mivel droggal? Elég nehéz. Na, azt mondja, hogy ugye akkor itt ki kellene menni. Valahol. Ja. Vált a másik épületbe, és akkor... Na, itt. Ó, Subdrive. Köszönöm a követést. Látom, új account lett. Na, titkos átjáró. Na, mert most elmegyek, igen, menteni kéne. Csak az a baj, hogy... Jó, nincs, nem lesz szünet screen szerintem. Vagy nem tudom. Hát max úgy, hogy csak... Na, mindegy. Patkány szagot érzek. Mindegy. Majd a fel beszélt is. Állj vagy leve! Állj meg, de gyorsan! Állj vagy leve! Eldugrontottam a füle mellett a shotit, és észre se vette. Hoppá! Na! Igen, majd ott kell tovább menni. Ezen keresztül talán eljuthatok Kis-Kínába. Hoppa. Most elég jól állok az öt hílekkel. Nem úgy, mint az előző végigjátszásnál. Mint így magamnak csináltam. Ja, F1.
Oh-oh. Egy pillanatra azért megállt bennem az ütő, gondolom, mi a fasz. Ott robban felelőttem, azért az kicsit cikli. Fel a kezekkel! Ez durva, hogy Soti az ilyen egy lövés. Amúgy. Te jó Isten! Na. És persze, hátam mögül. Ezt utálom. Azt a mennyi heal van itt. Amikor a hátad mögül kerülnek. Hopp, azt pofán küldtem. Hogy az honnan jött, azt ne kérdezzétek. Csak úgy lett. Akkor nem erre kell jönni. Jó. Ugye? Milyen mozgás volt az? Sotiból több mindegy, hogy milyen messzire lősz. Egy lövés. És azt mondtam, itt mi a bánata. Ki kell találnom, hogy nyílik a járat. Ah. Szóval itt érdemes picit feltápolni dolgokat. Ez egy sniper, és amúgy a snipert használom a legritkábban. Ez ilyen puttyogtatós. Előttelek egyébként. Sotival, tudja, hogy egy lövés lenne. Mondom. Ez nem baj, hogy az előbb belelőttem egy egész tárat, hanem az nem baj.
ilyen fertőző víz, vagy mi a lófasz, ilyen radioaktív, én nem tudom, csökkenti a HP-t, nem kicsit. Akkor a zöldbe se kéne olyan belemennem. Oké, nyomtam az E-t, hogy kikucskálja. Itt nincs ilyen kikucskálás. Zseniális ez a játék. És nem, semmit nem tudok felszedni. Na jó. Jó. Ezt nem... mennyi HP-t leszettek. Talán ez a fegyver. Aha. Irány a sötétség. Kezeket fel! A fegyvért érteni? Hagyj már cipősz, minden mehet. Fel a kezekkel! Kezeket fel! Milyen? Lövés hangok vannak már. Na. Sír. Hagyj már cipősz. Fel a kezekkel! Meg nincs semmi. Igazából rajta kívül. Nem tudom, hogy ez mit szélt akar szolgálni itt. Nem teljesen értem annak a területnek, vagy annak a helységnek a lényegét. Honnan? Kicsoda. Azt mondom, hogy sok lehet nem szétlőni. Mással nem lehetett. Szerintem legalábbis nem lehet. Ja. Hát tudok rajta lőni, meg tudom ölni őt, de... Nem, ezt már nem shotgunnal. Ja, shotgunnal. És akkor itt jön majd egy nagyon jó rész. Itt lesz ilyen nagyon sötét. A fegyver! A fegyver tenni. Itt én már nem látok semmit, konkrétan. Na, várjátok. A fegyver! A fegyver téteni! Zseniális. Állj meg! Semmi probléma.
ott egy egész tár. Állj meg! Úgy itt belelőttem. Az nem érdekes. És kell menni. Na igen, ez egy nagyon jó rész. Láttad, hogy ez hogy mozgott? Megállni! Oh, ez kicsit szétlődtem a falat. Zseniális az a játék. Ha nem mondtam még. Felfelelőtt is egyébként, az nem az első ilyen elemi, ami ezt csinálja. Az a hely. Honnan? Nagyon örülök neki. Itt vannak egy páron. Igen. Talán aztán nem is erre kell jönni. Ez csak így itt vannak, tehát hogyha azért, hogy kifordulsz, akkor itt én 5-6 elemi rád menjen. Semmi másért. Ide is, és itt is lehet használni egyébként azt a trükköt. Csak bejössz és... Szóval felveszem a dolgokat. Elég sok heal van. Majd itt kell majd eljönni, tehát itt kell majd távolni. Nem is, hát
lehet. Ide nem jöhetsz be. Ez a rész le van zárva. Le van zárva. A főnöködet keresem. Hol találom? Nem bízom benne. Szerintem én vagy. Híreket hoztam neki a testvérjére. Hannon. O'Hara a kapcsolattartó. Akkor még nem szólt róla. O'Hara meghalt. Tulajdonképpen testvére halos halott. Ó, nem. Jobb, ha te mondod meg Tom Powell-nak. Itt óvan is a helyet van. Tom Powell emberei mindenkit ott vannak. Van Tom Bau, az a mocsok. A szobor biztosan el van szállva. Állj! Ide nem jöhetsz be! Mit akarsz? Megállj! Állj! Eljön a szoborért. Itt a szobor. Már csak egy klassz kis kijáratot kell keresnem. Hoppá! Automatikusan nyomom az E-t, hogy kihajoljak a fedezék mögül, de hát nincs ilyen. Na hátulról el tudnak találni ködből. És kicsit ilyen fos az egész anyád. És még és elhúzunk egy trabanttal. Minden akcióhős állam, nem? Na. Itt kell találni a lombárdot. Biztos, hogy minden nem is jön. Jaj, igen, 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 igen. Nem
most komolyan aggódsz, hogy találjam el, hogyha... Mindegy. Jó, shotgunra vissza. Ilyen láthatatlan falalipa az meg. Annyira hangos néha a zene, meg a... Jaj, igen. Ez egy különösen jó rész. Szerződést kötött veled a maffia, hogy ülj meg egy tudóst. Emlékszel? Igen, emlékszem. Vezető patológus volt az NYU-ban. Rendben. Armin Schwarhiner. Őt szerződtek a kormány. És mire szerződtek? Erre a szuper drogra. Ő találta fel volt az inzsőt, ami előbb hihetetlen erőt és haragot gerjeszt benned. Aztán belehalsz. Dom Mario egy szobában rejtett a múlt az irányzatét. Szobában. Azt mondja, hogy szobában, hogy csak tudom, hogy szobában volt. Megszereztem a szobot. De miért rázott át Mario? Hát nem világos. Mario hadsereget akar csinálni, amiben a börtönlakunk a katonák. Belőled is katonát akar csinálni. Szükséged van az ellenszerre, különben meghalsz, törbe csal téged. Saját gyilkológépet csinál belőled örökre. Velem senki sem szórakozhat, de itt is van. A laborot eltűnkarcoló alatt van. Használd a szobrot, hogy megszerezd az ellenszert, aztán vesz véget ennek. Az ebegett. Oké. Hol ki? Mi? Honnan? Oh,
fel kell tölteni, mert viszont vesz egy pár, nem? Megint egy sniper, miért ne? Nem tudok rá célolni. Na végül. Haha, az biztos. Hú, viszont én megöltve kell mondom DC-re már. Jó, elmentem most itt a játékot. Kilépek belőle, mert amúgy összeomlana az egész. És jövök mindjárt. Na, sziasztok, újra itt vagyok. Akkor... azt mondja, hogy... igen. Vegyük a mesterlövészt. Köszönöm, hogy ennyien itt vagytok, meg köszönöm minden támogatást. Azt mondja, az utolsó ítélet. Ez volt most 18.40. Jó. Azt hittem egyébként, hogy át lehet nevezni a mentéseket, de aztán kiderült, hogy nem. Ide.
ide, szerintem... Szerintem ezt fog kelleni majd. A sniper szerintem. Ó, vagy a... Persze, nyilván, nyilván. Én nem találom előtt. Egy újabb bug. Na, hiszem lehet ezt... Ja, jó. Háromszor sniper. Hopp. Kapta halt. Nokkos. Nokkos. Baszki. Nem tudom felé vinni. Nem mozogjatok már ennyire. Ezért mondom, hogy hopp, az jó. Nem is felpattan. Jézusom. Köszönöm a hostot. Elvileg elszórtam. Lennie kell hilleknek, de továbbra sem igazán látom a... Itt várunk, hogy töltödjön. Egyébként, ha nem is nagyon kérdeztem, bocsánat, annyira elmerültem itt a játékba, hogy amúgy vannak emlékek, így rossz PC játékok sorozatból, vagy kedvenc rész, ilyesmi, hogy nekem a kedvencem még mindenképpen a Mesterlövész, meg a... Volt ezek a második világháborús játékok, jó, tehát innen jöttem. Második világháborús játékok. Azok is City interaktívosok voltak. Hát azok borzalmasok voltak, ilyen Road to Victory, meg mit tudom én, ilyenek. Azok is jók voltak. Meg a... oké. Okay. Jó. Fúra van töltve minden. Meg a... Ilyen autóversenyes, ez a Maluk Racer, vagy nem tudom mi volt, az is jó pofa volt. Hopp, csak 8 sniper lőszerem van, nem olyan sok. Nekem ez a... Én gimnazista voltam, amikor találkoztam, először találkoztam a rossz PC játékokkal. Számtás technika teremben néztük a... egyes részeket, amikor volt rá idő, meg volt rá lehetőség. Fegyverek. Az kell. Jó, akkor megyünk tovább. Csak még töltünk megint egy kis staminát, mert az kell, az mindig fontos. Próbáltatok-e bármilyen kicsit a rossz PC játékot? Szegény fiúk, hogy meglepődnek majd? Én nyilván ezt próbáltam. Sini, köszönöm a hostot. Állj meg az ember! Hoppá! Itt meglepődtem. Na, felhőkarcoló. Ez már a játéknak a vége, amúgy. Tehát innen már nagyon nincsen sok hátra. Ilyen tempóban megyek, lehet, hogy egy fél óra alatt egyébként végzek is vele. Állj meg, Halli!
baj, hogy telibe kaptalak egyébként. Érdekes. Fel tudok menni a polcra, viszont tovább sem tudom felszedni. Annak a töltése picit hosszú. Hú, na várjátok, és itt merre kell tovább menni? Én nem kezd, az is jó, hogy hogy honnan kerültél elő? Te nem mutatja az objektíveket, tehát hogy hová kell eljutni, vagy akármi, mit kell csinálni, semmi nincs a leírva. Ezek honnan a faszokból kerülnek elő, azt nem tudom. Ez is. És elkezded ütni. Köszönöm, köszönöm. Fingom nincs, merre kell tovább menni. Most csak találgatok, mert próbálok minden ajtót kinyitni. Én szeretem ezt a játékot egyébként, tehát én többször végigjátszom, most játszom, azt hiszem harmadjára talán. Erre nem lehet haragudni erre a játékra, köszönöm szépen a cuccot egyébként, ha nem mondtam volna. Nem, egyszerűen nem lehet haragudni erre a játékra, ez zseniális, így ahogy van, ez így egy zseniális játék szerintem. Szemét, ez is, olyan bugok vannak benne tényleg, hogy hajadat téped. Aha, nem lehet bejönni, jó. Akkor ennyi. Nem tudom, itt milyen fegyverek vannak. Shotgun, sniper, Hát, nem fel a snipert. Ja, hogy tele vagyok. Na mindegy. Akkor megyünk tovább. Triple kill. Ennyi. Jó napot kívánok. Hello. Jó napot kívánok. Fényérzékeny. Elami. Köszönöm a Lucot, Lixon. Az hogy halt meg? Onnan? Milyen izéje volt már? Milyen range-e volt már a... Fű?
Kell akkor ezt. Sniper ezek. Tudja a faszom. Térden lőttem. Meghalt. De... Tényleg ez az ajtó. Nem jó. Baszki. A szkóptól semmit nem látok. A húsi meg jó. Azt megesszük. De mert hogy ott van fent. Eszi. Nyugodjál már le! Belenem a szteroidokra, bazd meg. Nem én vagyok bedrogozva. Tudja, hogy ők vannak bedrogozva. Kitalált ezt az automatikusan záródó ajtót. Jó. Van még itt valaki. Nem úgy tűnik, jó. Akkor megiszunk egy, kettő, három sört, csak hogy tele legyen az életcsíkunk. Picit be vagyok rúgva. Mindjárt elmúlik. Persze. Honnan? Várjál! Kapsz egy gránátot. Honnan kiadja? Ez kicsit lassan kapcsolt egyébként, hogy jaj, meg kéne halnom. Szedjük fel a fegyókat. Nagyon zseniális ez a játék. Na de várjatok, nekem nagyon alacsony a HP-m. Jó. Töltjük a vizet is. Rixonnak is köszönöm szépen a lootot, ha nem köszöntem volna meg. Stamina. Hoppá. Ja, mentünk közben egyet, mert... nem akarom kockáztatni. Mondom, eddig... Tehát abszolút teljes mértékben amúgy a játék jól viselkedik a stream alatt, tehát tényleg nem fagyott még le, nem anyád, nem akadt ki a játék. Vagy mondom, egy hely lesz, ahol, ahol valószínűleg azért meg fogok adni majd a játék. Na várjatok, viszont nekem nincsen. Jó, mondom. Tiszta izé, Fortnite. Igen. Onnan még fog jönni szerintem egy. Ott van. Aztán ennyi. Szóval innen. Felszedünk mindent. Biztos csak színészek. Jó. Ja. Szerintem majd arra kell tovább menni, vagy nem. Nézzük már meg. Szerintem itt... Ja, itt csak ez van. De nem baj. Az mi az Isten? Horgász zsinór? Vagy mi a halál? Hihetetlen. The rat must die. Stop the domestic violence. Néha egyébként az a vicc, hogy egyébként ha közel mentek hozzá, úgy igazából a textúrák rohadt élesek, tehát...
egy mortírgép. Készítők másik játéka. Elfogy... Ja, bandázsom, hogy meg van. Akkor jó. Veszünk egy húsit, úgy. A küzdelem. Hú, de izgalmas. Állandóan elrakja a fegyvert. Mindegy. Úgy megyünk, mint a halálhoz, ott van a Mortyr 2 plakát. De baszki. Ez jó fasz volt. Isten. Jó, nem sokan múlott. Fagyos lett a hangulat. Itt nincsen semmi. Itt nincsen semmi. Jó, kis stamina töltés. Ez fontos. Ez a pontrendszer, hát ez zseniális. Tehát ezekre például amúgy egyáltalán nem érdemes adni, mert nyilván ez növekszik, ahogy... Jó, hogy itt van a tapa... na, akkor ezt is tud. Következő szint, az 89 000 tapasztalati pont kell. Mondjuk az érdekes, hogy át tudom a számok alatt vinni a kurzort. Tehát ez van. Meg hogy jön ide, nukleárt is jelző... Ami csuknukem, az bazd meg. De attól messze van. Mentsünk egyet, mentsünk egyet. Hopp, az fáj. Na, betöltés. Jó. Kizik. Ha, az lőtt és nem volt lövés hang. Álljál már le! Baszki. Az ilyen. Visszaváltok. Erre. Ja, igen, ez is egy jó rész. Se. Sötét is van, meg ráadásul az enemik meglátnak akkor is, hogyha... Észrevettek. Nem vágom, hogy honnan.
üdvözlök. Jaj. Igen. Hát, ja, az volt szemmalosságban, mert hát mondjuk mindig érted. Figyeljetek már egyébként, Freddy D. azt mondta a videóban, hogy neki nem működött ez. Egyszer működött. Egyszer beriasztott egy ilyen... Hát ilyen riasztásszerű valami hangot kiadott. Honnan a büdös faszomból jön elő? Tele van izével, gumibottal. De ide meg nem lehet bejönni, igaz? Nem. Na itt fog összeomlani egy pár szóval valószínűleg a játék. Itt van egy olyan hiba, hogy ha itt meghalok valamilyen oknál fogva, akkor ide visszakerülök, viszont itt nem fogom tudni kinyitni azért a... az ajtót, és... Jöjjél már meg! Igen, az a picikét már lehetett rész itt. Az hogy nem halt meg? Az se halt meg. Szerintem ért mondtak, hogy gyorsan egyet. Ugye gyors mentés nem itt hozza létre a mentést. Sotival. Itt 20 kilométerről le tudom lőni az elemit. De a...
tudom meg a basszú vizével. Nem. Most nincsen mások. Fel, na ezt mondtam, hogy nem szedik fel néha. Mi a fasz? Igen, ezt a csikőportot adnak a hátam, mivel nagyon kedves a játék, nem? Na, most nem haltam meg. Egyszer se. Szellemjárás. Hogy is nem lehet kinyitni semmit, jó. Hú, ezzel nagyon vigyázni kell ezekkel a fegyverekkel, amik nekik van. Két OP. Még valaki? Nem lehet mindent kinyitni. Jó, és ezeket sem lehet kinyitni. Na, gondolkodom, aha, igen, van az ötös. Ebben nem tudok annyi lőszert elhozni, vagy mi a fasz? Ja, hogy ez meg tele van. Aha, jó. Elvileg ez a rész az ennyi. Amúgy még van az a fehér a dupla ajtó mögött, még egyébként van egy rakás ellen, de azok nem kellenek, hogy... tehát nem... Miért kukolok? Konstans. Azt a PC Building Simulator, nézzetek csak. Hopp, ott van egy szuri. Ó, az potato volt.
És elkezdett a bezárt ajtón. Nem baj, az is elkezdett a bezárt ajtón. Mindenki átjön a bezárt ajtón. Az menő. Nem is találsz el. Béna vagy. Várunk, töltődjön egy picit a stamina. És akkor merre? Erre. Ugye? Vagy nem? Nem is tudtam, hogy a leggonoszabb ellenfeleket is, hogy meg lehet ölni egy üdítős automata szétlövésével, de most már legalább ezt is tudjuk. Na, átjössz? Átjössz? Nem. Várjatok már. Tudnak nyílni a kéne. Ja, lehet Rickson. Annak szerintem ott nyílnia kéne. Nem? Mondom én. Rá is lőttem. Le se szart. Akkor WC-ben volt, szóval... Ez a csoda. Úgy, aztán olyan trükköket kell, meg olyan logikai pedőlek vannak benne, hogy már szinte hihetetlen. A társa lőtt el, bazd meg. Miről pattan le a golyó? Miről? A faszomról. Jézus Mária. Nincs olyan sok hátra. Ez a leszámolás. Talán azt hiszem... Azt hiszem ez a vége már. Már egész gyorsan végigrohantam rajta. Kis HP. És nem adott össze a játék, mondjuk hamar jött, mert nem haltam meg. Ah, most persze nem halnak meg. Jó. Nem tudom,
Nálunk úgy itt szerintem. Úgy tűnik, hogy az. Nem baj, hogy kaptad, amúgy semmi probléma, tényleg. Mennyi? Ó, három hílpekkel van, fasza. Van rántott fussé. Milyen hangja van már az uzinak? Ez az, fiúk. Felkészültetek? Azt nem tudom, hogy ezt kinek mondja, de biztos. Annyi hílom lesz, Jézusom! Ezeket még észre se vettem. Dobd el! Véged van, haver! Szövetkezünk a mafiával, főnök. Edd meg, amit főztél! Nem vedd már fel. Na, jó, akkor meg egyet. Végül győz a bosszú. Meghalsz, mocsok! Nyilván nem lehet megölni addig, amíg a játék aztán mondja. Meg lehet ölni őt. Fuss, fuss. És most jön a jelenet szerintem. Igen. Epikus harci jelenet. Nincsen pisztoly se, meg semmi se. Ez valahogy kimaradt. Nekem két pisztolyom van. Bedöglött. Jaj, Isten, meglőttek! Jézusom! Micsoda Matrix mozdulat. Az ilyen. Köszönöm, Nixon, a lúti lútot. Dominik! Jaj, jön Stella. Jaj, Rayman. Jól vagyok, visszatérő alakja. Nézd, mit találtam a lenti laborban. De ad neki valami most már injekció, jól leszel. De hogy... Mire? Stella, vagy mi? Én... Dobja el a fegyvert és lépjen hátrább! Ezeket meg az előbb öltük, tehát hogy ezek most hogy kerülnek ide? Mindegy. Nem értem. Nem is akarom. Rövid próbálkozás nem Dominik a vadászt, Trulai minden szempontból sikerre járt, úgy tartják, hogy valaminek minden stagói segítették menekülését. Stella lelkesen várt, Stella. Nem jött el a találkozó, hát a mocskos.
elég. Sosem találtam el a vadász. Három mafia közül is nem tudták feldelteni, a közvélemény csak nem is tudott róla, sosem tudták feldelteni. Igen, legalább legyen meg a négy sor, hogy duplázták az egyik sort. Wow, na hát, ja, nagyjából egy ilyen hosszúságúra terveztem, vagy gondoltam, hogy ilyen hosszú lesz a játék. Zseniális. Köszönöm, Bulagár. Automód megfogtam, nem tudom mi a probléma, de köszönöm szépen, látom, hogy a GG a végigjátszáshoz. Köszönöm az üzenetet. És hát köszönjük meg Felidinek, hogy 11 évvel ezelőtt bemutatta nekünk ezt a csodálatos játékot. Igen, ennyi volt a játék. Köszönöm, András B. a nagy sírt. Hát, Lixon, ez rövid játék, tehát ez még legjobb esetben is 4 óra. Mert hát, hogyha az ember nem rohan, meg nem szalad annyira, mint ahogy én szaladtam, akkor is olyan 4 óra. Hát én olyan 2,5 órát azért lefogtam. Szünettel együtt meg mindennel. Hogy ja. A játék történetén szereplők egyaránt képzel lesz lenni, nehogy még valaki véletlen magára ismerjen. Jaj, borzasztó. Nem, van benne egyébként valami érdekes, nem tudom, ilyen valami fantázia. És figyeljétek, annyi lesz a vége, hogy nem visszadob a menübe, hanem a játék leáll. Tehát így ennyi. Úgyhogy, hú. Ja, kemény játék egyébként, az kegyetlen. Ja, tehát, hogyha a Freddy akkor nem mutatja be, akkor nem lenne se, és egyébként tök jó szerintem így látni, hogy így a régi dolgok így összekapcsolódnak az újjal, tehát ugye, hogy streamben be lehet mutatni ezt a játékot, nem csak YouTube-on. Igen, az egy illúzió vagyok róla. Úgyhogy nagyon... Ez egy olyan játék, amúgy szerintem, ami annyira nem idegesíti fel az embert, vannak benne hülyeségek, rengeteg hülyeség van benne. És szerintem, hogyha nehezebb fokozaton játssza az ember, akkor még jóval jobban szívat is a játék. Különböző hát ilyen hílelő cuccokkal, valószínűleg az kevesebbet ad, lehet, hogy többet sebeznek az enemik, lehet, hogy több enemi is jön, nem tudom. Ezen a szinten ez így ilyen fun, és igazából erre terveztem. Azt hiszem, hogy nagyjából bemutattam egyébként mindent, amit akartam, még amit többet is láttam, mint amennyit akartam, mert ez a lebegő hulla, ez például egyszer nem fordult még elő, és nem is láttam. A googolás emelkedés repülést azt ugye bemutattam, úgyhogy ja, gyakorlatilag csak a guard mode maradt ki tulajdonképpen, de ez már tényleg ilyen végigrohanás. Ó, és látom, harci nyúl lett egyébként a boss GG-nak ki. Na, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm a lufcokat, a csíreket, a követést. Azt akarom megnézni. Most tudunk-e valakit? De szerintem nem. Tudunk valakit esetleg raiden, de ha nem, akkor nem. Jó, akkor srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Mindenkinek további szép estét kívánok, jó pihenést. És szerintem legközelebb csütörtökön találkozunk. Folytatom, vagy befejezem, ez majd eldől akkor csütörtökön, hogy folytatom, vagy befejezem a The Wolf Among Us-t. Ha úgy engedi majd az idő, akkor nyilván befejezem, ha nem, akkor majd toljuk egy picikőt. Akkor utána már jönnek a megjelenések, amiket már nagyon régóta vártam. Akkor megpróbálom azokat streamálni. Ha nem, akkor még mindig van B-tervem. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Na, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. További szép estét mindenkinek, én elköszönök, sziasztok!